köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét, már csak néhányat kell aludni, fogalmazhatok így is, hiszen november 1-től életbe lép az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. Na erről fogunk ma este beszélgetni. Stúdión vendéget Csernövölgyi István, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, valamint Tanárki Gábor, a Fejér megyei Kormányhivatal igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen a meghívást. Szerintem, hogyha ezt így első körbe kimondom, akkor mindenki vakargatja a fejét, hogy mit jelent az az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. Kezdem. Ha egy szóval szeretném kifejezni, én azt gondolom, hogy ez a jövő. Ez a jövő azért, mert ez a bizonyos szolgáltatási tér, és szerintem, ha rövidítjük és egyszerűsítjük, erről beszélünk. Ez tulajdonképpen a betegbiztonságról, egy egyszerűbb, hatékonyabb ellátási struktúráról, transzparenciáról, egyszerűbb ügyintézésről szól, és nyilván fogunk beszélgetni egy picit a részletekről, és talán tudjuk megmutatni azokat a jó oldalait ennek a rendszernek, amitől ez a jövőt jelenti, mind a gyógyító számára, mind pedig a lakosság számára. Hol jön a képbe majd a kormányhivatal? A kormányhivatal ott jön képben, hogy amiben segíthetünk motto alatt, mi segítünk ezt a jövőt beindítani. Egyrészt segítünk az egészségügyben dolgozó kollégák számára az e-személyigazolványok megigénylésében és átjuttatásában, annak érdekében, hogy használni tudják ezt a szolgáltatást megfelelő módon, valami természetesen rendelkezésére állunk az állampolgároknak is, hogy a digitális önrendelkezés keretében rendelkezhessenek a kormányablogokban, okmányirodákban, a saját adataik vonatkozásában. Ugye itt talán két részre kell bontani a témát. Egyrészt mit nyújt ez majd az önök dolgozóinak, milyen feladatokat jár, és majd mit nyújt ez az állampolgároknak? Ha egészségügyi szolgáltatási tér, akkor egy kicsit boncolgassuk, tehát ez több pilléren nyugszik, illetve áll ez a bizonyos szolgáltatási tér. Az egyik az a bizonyos e-beutaló fogalma, e-recept fogalma, e-profil. Egy kicsit, ha itt az alapoknál leragadunk, ez azt jelenti, hogy lesz egy adatbázis, egy felhő, ahova a páciens, aki megérkezik, vagy a házi orvosi rendelőbe, vagy a kórházi rendelőbe, a vizsgálatra kerül, beutalót kap, receptet kap, ezek az adatok megérkeznek ebbe az adatbázisba, ami a bizonyos végpontokon jelesül a rendelőben, a gyógyszertárban, ami nagyon fontos pillére, a kórházi ellátóhelyeken rögzül, és azon önrendelkezésen keresztül szabályozott és adatvédett, amit ő maga a beteg tesz meg, amiről igazgató úr is itt említést tett. Hangsúlyozottan ez nem egy kötelezvény, a bevezetés nyilván egy kötelezvény, ez egy lehetőség. Tehát a papír alapú dokumentáció ezáltal nem fog elveszni. Akkor hozzunk egy példát, hogyha valaki mondjuk az e-beutalónál megérkezik a rendelőbe, akár a házi orvosnál, akár a kórháznál, de legyen házi orvosi beutaló, és a házi orvos kolléga beszeretné utalni a kórházba egy szakvizsgálatra, akkor ezen rendszeren keresztül ugye beíródik a számítógépbe a beutaló diagnózis, az erre vonatkozó kérdés, ez egy hivatalos dokumentumnak minősül, és ez már a kórházi rendszerben ezen a kapcsolaton keresztül természetesen látható. Így módon a kórházban dolgozó kolléga papír nélkül is természetesen, akár előre tájékozódó a betegről, aki érkezni fog, ezen adatát, a beutaló felmerülő kérdést látja. Nyilván ilyen értelemben mentesül a beteg a papír hordozása alól is, ez egy könnyebbség, de már előre felkészülhet az ellátórendszer arra, hogy ez a paciens meg fog érkezni a kórházba. Ez egy példa volt, ugye. Mi az, amit meg kell tanulni a kollégáknak, hiszen említette, hogy ugye a kormányhivatallal együttműködésben megtanulták a rendszert kezelni, illetve hogyan lehet majd igénybe venni ezt az állampolgároknak? Az állampolgár abban a pillanatban, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja venni, ő automatikusan igénybe veszi a rendszert, tehát kap egy beutalót, amiről az előbb beszéltünk. Hogyha egy recept íródik föl, akár a kórházi, akár a háziorvosi szakrendelésen, akkor ez a recept, ez már látszik a patikában. Tehát, hogyha ő oda megy papír nélkül, akkor így módon papír nélkül is hozzájut a gyógyszeréhez. Azonban a beteg biztonságáról is szól, és a nyomon követéséről is, abban az értelemben, hogy látjuk azt, hogy ez a recept ténylegesen felíródott-e, tehát az adott kolléga fölírta ezt a receptet, illetve a paciens kiváltotta-e. Ez nagyon fontos, főleg a mondjuk, hogy egy plasztikus példával, korunk népbetegsége például az érszükület. És az érszükület kapcsán, ha valaki nem szedi a vérzsír csökkentő gyógyszereit, az bizony bajba kerül. Ugye a vérzsírok magasabb volt, a koleszterin az nem fáj. A paciensek sajnos valljuk be hajlamosak, 20%-uk szedi a gyógyszert, hajlamosak arra, hogy nem szedik. Ha ezt a házi orvosa, kezelő orvosa vagy a kórházi szakorvos látja,
akkor fel tudja hívni erre a figyelmét. Tehát ez egy ilyen értelemben is jelent betegbiztonságot, és most csak a receptről beszéltünk. Tehát akkor nagyjából aki a rendszerhez hozzáfér, nyilván a keretek között, az látja, hogy az adott emberrel mi történik, milyen vizsgálatai voltak, és egy komplexebb képet is tud alkotni. Így van. November 1-től, amikor bevezetődik ez a rendszer, rögzülnek azok az adatok, illetve lesz valami visszamenőleges hatály is nem túl mélyen. Rögzülnek azok az adatok, de maradjunk abban, hogy november 1-től rögzülnek azok az adatok, ami a beteggel történik. Vizsgálat, labor értékek, röntgenfelvételek, EKG és a többi. Ezeket látja a gyógyító orvos és a zárójelentéseket, ambuláns lapokat is. Innentől kezdve ez bármikor bárki számára, aki jogosult a hozzáféréshez, nyomon követhető. Ha egy másik városban történik egy akár eszköz- és pénzigényes és időigényes vizsgálat, amire esetleg itt majd várni kell, mert újra ki kellene állni azt a pár órányi várakozást, ami mondjuk egy akut vizsgálatnál esetleg szóba jön, akkor is ez a rendszerben megvan ez a vizsgálat, mert a doktor, aki belép ebbe a rendszerbe, látja, hogy egy várossal odébb ez a vizsgálat megtörtént 5 órával vagy 3 nappal ezelőtt, akkor nyilvánvalóan feleslegesen mások elől elvéve a helyet ez a vizsgálat nem ismétlődik meg, ha csak nem szükséges. Tehát gyorsul az ellátás, ezáltal átláthatóvá válik az ellátás, és ez mindenképpen a betegek számára egy komoly előny. És van még egy nagyon fontos vetülete ennek, ez a bizonyos E-profil, nem elveszve a szakzsargonokba, olyan adatokat tartalmaz, amik nem változnak meg egy beteg élet során. Vércsoport, gondoljunk egy balesetre. Ha valakinek vele született vérzékenysége van, ez föltüntetődik a rendszerbe, a házi orvos által töltődnek ezek az adatok föl, vagy a kórházi szakorvos által. Tehát nem kell arra időt várni, hogy kibogarásszuk, hogy vajon mitől veszélyeztetett akutan egy páciens, ezt látjuk a rendszerben. Ez mindenképpen jelentős betegbiztonságot fog jelenteni, meg fogja növelni a betegellátás biztonságot nyújtó karjának a lehetőségét, sokkal erősebbek leszünk. Volt egyébként már valami közös tesztüzeme a rendszernek? Közös tesztüzem szerintem a november 1-én fog indulni a élesben az üzem, tehát tesztüzem külön nem indul. Ennek az elősegítése érdekében a kormányhivatal, ugye, amit említettem, egyrészt közreműködött a kártyaolvasók kiosztásával, hiszen a kórházi dolgozók számára is biztosítani kellett a kártyaolvasókat, illetve az egészségügyben dolgozó más személyek, szakemberek számára is, mind a házi orvosok, gyógyszertári alkalmazottak, vagy a járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók számára, illetve a kártyaolvasóban az egészségügyi dolgozók az e-személyigazolványokat helyezik el, aminek a segítségével használni tudják a rendszert azon a módon, ahogy a főigazgató is az előbb elmondta. Milyen érdeklődésre várnak a lakosság részéről, milyen kérdésekre számítanak? Hát a lakosság részéről úgy gondolom, hogy elsősorban a digitális önrendelkezés az, ami érdekes téma lehet, hiszen a digitális önrendelkezés keretén belül rendelkezhetnek az állampolgárokkal, az egészségügyi adataikkal és a hozzá kapcsolódó személyes adataikkal. Nagyon-nagyon fontos, hogy az EST, tehát az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér keretén belül háromféle állapotot különböztethetünk meg. Az egyik az úgynevezett alapállapot, amelynek keretén belül az egészségügyi alkalmazottak ugye az EST-n belül ezt használva, ezt az informatikai teret használva az állampolgárok egészségügyi adatairól főigazgatóról által is elmondottak szerint tájékozódhatnak. Természetesen vannak olyan különösen szenzitív adatok, mint az addiktológiai, pszichiátriai vagy szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó adatok, amelyeket csak az adatszakorvos láthat. Ez az alapállapot. Ehhez képest meg kell különböztetni az úgynevezett szabályozott állapotot, amikor is az állampolgárok rendelkeznek arról, hogy bizonyos adataikat személyek vagy intézmények láthatják vagy nem láthatják, tehát különböző megengedő vagy éppen korlátozó rendelkezéseket léptethetnek életbe, illetve van a harmadik állapot, a tiltó állapot, amikor megtiltják azt, hogy itt az EST, tehát az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér használatával belelássanak az ő egészségügyi adataikban, rendelkezhetnék így is az állampolgárok. Természetesen ez alól kivétel a sürgősségi ellátás, hiszen hogyha valami sürgősségi betegellátásra utaló körülmény áll elő, akkor az egészségügyi dolgozóknak tájékozódni kell az állampolgárnak, az adott ellátásra szoruló személynek az adatairól, hogy a megfelelő ellátásban részesíteni tudják. Ezt az önrendelkezést meg kell tenni önöknél a helyszínen, vagy pedig mondjuk ügyfélkapunk keresztül is lehet ezt elkészíteni az állampolgároknak, hogyha most valaki most nézi a televíziót és azt mondja, hogy hopp, hát én mit meg akarok engedni mindent, vagy tiltani szeretnék valamit, akkor mit tegyen, menjen be a
bármelyik kormányhivatalnak az intézményébe, vagy pedig mondjuk ügyfélkapunk keresztül is így rendelkezhet. Igen, többféle módon van erre lehetőség. Egyrészt vagy befárnak az állampolgárok a legközelebbi okmányirodába vagy kormányablakba, és akkor ott a személyazonosító igazolványokkal és a tajkártyájukkal együtt tudnak rendelkezni. A kollégák ebbe segítséget nyújtanak, és az általam említett hármas kategórián belül tudnak választani, és ezt szerint rendelkezni az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adataik kezeléséről. De ügyfélkapu birtokában megtehetik ezt az e-egészségügy.gov.hu weboldalon is, tehát e-egészségügy.gov.hu weboldalon, és amennyiben érvényes ügyfélkapuval rendelkeznek, akkor be tudják állítani maguk szerint is ezt a szabályozott állapotot. Sokan megtették már ezt egyébként? Elvonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, még nem gyűjtöttek adatot. Ugye a rendszer is igazából november 1-én indul, gondolom utána fog majd ezzel kapcsolatban egy adatgyűjtés és statisztika készülni. Nos, mire számítanak? Mindig egy kicsit nem kétkező, óvatos vagyok, amikor egy új rendszer vezetődik be, fogalmazunk így. Gyógyítóként abszolút azt látom, hogy a kezdeti gyermekbetegségek után minden rendszer indításánál nyilván lesznek botladozások a helyben, a rendelőben, akárhol, ez elkerülhetetlen. De én úgy gondolom, hogy ez egyszerűsíteni fogja, érezhetően egyszerűsíteni fogja a lakosság számára a betegellátást. Én azt gondolom, hogy ez a fajta digitális önrendelkezés, hogy ilyen szinten ezeken a lehetőségeken és kapukon keresztül beleszólhat a saját sorsának az alakításába, esetlegesen megnöveli a gyógyítói bizalmi légkört is, bármilyen furán hangzik egy digitális rendszer bevezetése kapcsán. És az, hogy a gyógyító transzparens módon látja az ellátott adatait, nem ismétel feleslegesen vizsgálatokat, nagyon egyszerű és kézzelfogható módon csökkenteni fogja a várakozási időt, mondjuk egy sürgősségi váróban például, ahol arra várunk, hogy kiderítsük, hogy akkor mi is volt azon a papíron, ami egy várossalodében, egy szekrényfiókban van. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és nem véletlen fogalmaztam, úgyhogy ez a jövő. Én azt gondolom, hogyha ez a rendszer teljes egészében elindul, ugye az idén a házi orvosi rendelőkben, kórházakban és gyógyszertárakban, jövőre az országos mentőszolgálatnál és a magánszférában is, tehát teljesen egységesen látható lesz, függetlenül attól, hogy valaki hol kerül ebbe az ellátórendszerbe, melyik ponton az összes hozzáférhető adata, én azt gondolom nem nehéz belátni, hogy ez egy sokkal jobb körülményeket fog teremteni a gyógyításhoz, a tisztánlátáshoz, az egyszerűséghez. Én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. És ön? Én úgy gondolom, mindenféleképpen ez egy jövőben mutató szolgáltatás lesz. Egyrészt azért is, amit a kórház főigazgató az előbb elmondott, illetve kihangsúlyoznám a biztonságot, hogy egy hasonló biztonsági rendszer, ha lehet így mondani, már jelenleg is működik az okmányirodákban, kormányablakokban, hiszen felmerült ezzel kapcsolatban az, hogy ezekhez az adatokhoz milyen módon lehet hozzáférni. Mint említettem, ugye az e-személyigazolványokkal és a kártyaorvosa segítségével az egészségügyi dolgozott beazonosítják magukat, és csak és kizárólag szigorúan a rendszer által naplózva nézhetik meg azokat az adatokat, amelyekhez nekik jogosultságuk van. Ugyanez működik egyébként kezdettől fogva hasonló módon az okmányirodákban, kormányablakokban, ahol az okmányirodában, kormányablakokban dolgozó kollégák rendelkeznek egy művezett személyes csipkártyával, tehát nekik van egy külön kártyájuk, amit szintén egy kártyaolvasóban használnak. Azonosítják magukat felhasználó lejelszó segítségével, és a rendszer naplózza, hogy mikor az adott munkállomáson milyen munkavégzést látnak el. Tehát akkor végül is van hasonló rendszer már. Működik hasonló rendszer, így van. Tehát itt is ugye az okmányirodákban, kormányablakokban az állampolgárok személyes adatait kezelik, nézik a kormánytisztviselők, állami tisztviselő kollégák, és teljesen biztonságos módon. Hát én köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és én azt gondolom, hogy november 1 után fogunk mi még találkozni ebben a témában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, esti nyereggel természetesen várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban másnapokon is. Viszontlátásra!